Sem az új megyei tanácsos beiktatását, sem a megyei költségvetést nem tudta ma megszavazni Bihar megye tanácsa a Nemzeti Liberális Párt bojkottja miatt. Büdzsé hiányában jövő hónapban már csak a fizetések 40%-át tudják kiadni a megyei tanácsnál, illetve az ehhez tartozó alárendelt intézményekben. A Nemzeti Liberális Párt megyei tanácsi frakciója a márciusi rendes ülésen sem szavazta meg a PSZD következő tanácsosának mandátumigazolását, így maradt a 17-17-es szavazategyenlőség a Bihar megyei döntéshozó testületben. Ezt kihasználva az ellenzék ismét megbuktatta az idei költségvetésről szóló határozattervezet elfogadását is, ami nehéz helyzetbe hozta a megyei önkormányzatot. Már március hónap folyamán a fizetéseket az embereknek úgy biztosítottuk, hogy saját forrásokból és semmilyen más típusú kifizetést nem végeztünk el a megyénél, hogy tudjunk fizetéseket biztosítani. Hát ennek a zsáknak a végére értünk, jelen pillanatban számításaink szerint, mivel a közpénzek felügyelősége nem utalja át a Bihar megye tanács kontójába a pénzeinket, ugyanis nincs megszavazva immár 3 hónapja a büdzsé, a Liberális Párt akadékoskodik folyamatosan, vagy nem jön el. Pásztor Sándor elmondta még, hogy a jövő hónap elején a fizetéseknek csak a 40%-át tudják kiadni, mivel a szenátus hétfőn döntőházként elfogadta a helyi közigazgatásról és a helyi választottak jogállásáról szóló törvény módosítását, vélhetően már áprilisban elfoglalhatja helyét a PSZD-RMDS-ALDE koalíció hiányzó tagja, így helyreállnak az erőviszonyok a testületben, és megszülethetnek a szükséges tanácsi határozatok.